Olyan a házasság, mintha bőrönd lenne. Útra készen várna, és minden ott van benne. Minden, ami kellhet majd a boldogsághoz. Minden, ami közös jövőt meghatároz. Mikor múlnak a szép házas évek, a bőröndötöket ne csak ürítsétek, ne csak kivegyetek, rakjatok is bele. Jó, ha szeretettől púpos a fedelem. Tudod, egy házasság nem rejt érzelmeket. Érzés csak akkor jön, ha te beleteszed. Ez csak formalitás, nincs romantikája. Csak az együttélés alakja, formája. Ha elhatároztad, hogy örökre velem ész, kezded a bőröndöt szépen telerakni. Mert csak akkor kaphatsz, ha te is tudsz adni. Kedves Meli és Bálint, sok közösen átélt élményen vagytok már túl, számtalan dolog történt az életetekben, ami örömet okozott, próbára tett és megerősített benneteket. Az együtt töltött idő alatt lebizonyosodott, hogy jól kiegészítitek egymást, rátaláltatok arra a személyre, akivel mindig együtt akartok lenni, akinek pusztai jelenléte elég ahhoz, hogy határtalanul boldogok legyetek. És ami igazán fontos, hogy itt vagytok, együtt vagytok, tele tervekkel, jövőképpel. Isten engem úgy segéljen, nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, és Istennek minden szentjei, hogy téged, Melinda, szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, az Anyaszent Egyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomig lent, holtodig nem, semmiféle bajban, Isten engem úgy segéljen. Biztos, hogy 185! 180!